Ünnep és gyász. Két rövid szó, sok-sok történet. Békés Sándor legújabb könyve ismét csodálatos világot tár az olvasók elé. A nyáron 80. életévét betöltő író kötelességének érzi az összegzést, az elmúlt évtizedek rendszerezését, és ez most is a tőle megszokott stílusban szeretettel teszi. Olyan történt velem, ami még sohasem. A közelmúlt napokban 80 éves lettem. Hál' Istennek éppen egészségesen, viszonylag jó állapotban értem ezt meg, de ez a kor arra kötelez már mindenkit, engem mindenképpen, hogy gondoljam végig az életemet. Ez a számvetés ideje. A vadász író, aki Dombováron végezte el a középiskolát, szeretettel emlékezik vissza a gimnáziumra, tanáraira, a nyerges erdőre, a kapos folyó környékére. Hiába élt más tájakon is, ez a vidék elrabolta a szívét. Hát a kedvenc kis történetem a Dombovári gimnázium. Írtam is róla, de nem lehet megírni. Az ember életének vannak korszakos pillanatai. A gimnázium élet és az évek ilyenek. Én, ahogy múlik felettem az idő, annál erősebb késztetést érzek, hogy Dombovára gondoljak, a gimnáziumra gondoljak, a tanáraimra gondoljak. Nem tudom ma, milyenek a tanárok. Remélem, hogy jók. Remélem, hogy idő után róluk is úgy fognak emlékezni, mint én például a Lerner tanár úrra, vagy a Péter tanár úrra, akik beleégtek az életünkbe. Amikor az ember kijön a gimnáziumból, nem ugyanaz az ember, aki bement. Kijön, és apró kis mozdulatokat hoz magával a tanárai életéből, jelleméből is, és hát ennek a könyvnek is egyebek mellett egy tisztelgés Dombovár előtt a célja. Berki Zsolt, az író-olvasó találkozó moderátora megkérdezte Sanyi bácsit, hogy honnan is ered a természet ilyen mértékű tisztelete. Nem meglepő módon ezúttal is Dombovárhoz kötötte a kezdeteket, a környező táj csodálata során ismert meg rengeteg állatfajt, amelyek később életének és írásainak is részei lettek. Nem a tévébe láttunk először a sárgarigót. Tokaj hegy alján születtem, Bácsolmáson, az Alföldön, Baja térségében voltam kisgyerek, és Dombováron voltam kamasz. Mind a három település erősen kötődik a természethez, és a szülők, nagyszülők is mind paraszt irányból érkeztek. Nagyapám például vasutas volt, ez akkor nagy karriernek számított, de a lelke mélyén a szorgalmas, a takarékos, a mindenben feladatot látó és értékesíthető valamit látó ember volt, és ezt is örököltem. Az én nagy találkozásaim, első nagy találkozásunk a természettel, Dombovár, Kapospart, Berek, Nyerges erdő. Nem tudom, hogy megvan-e még a nyerges erdő. Nekem akkor a trópusi esőerdőkkel volt azonos. Tele volt titokkal, mindig történt valami. Egyszer láttam egy borzot, persze nem tudtam, hogy borz. Hetekig kutattam, hogy kiféle, miféle állat lehet. Rókákat nagyon sokat láttam. És az első őszbakot itt láttam a Berekben. Várnai János, később dr. Várnai János, Dombovár születte, híres orvos és jeles vadász. Ő itt már a Berekben 2 évvel idősebb volt, mint én, már puskával járt. És ezek az impulzusok eredményezték azt, hogy vadász lettem, de nem az a fajta vadász, aki konyhára vadászik. Számomra a vadászat, ahogy említetted is, találkozás a természettel, kutatja az ember a természetet, és aki a természetet keresi, az előbb-utóbb Isten találja meg. Álságos egy könyv, becsapja a olvasót, még nem ért a végére, mert úgy néz ki, mint a vadászkönyv lenne, de egyáltalán nem az. Az élettapasztalatokról, világról, utazásokról, és mindenekelőtt az erkölcsről. Azokról a tapasztalatokról szól, amelyeket az ember a hosszú élete során megél, és ennek a tapasztalatnak az a lényege, hogy bármit teszünk, a legkisebb dolgot is, mindennek van etikai vonatkozása. Minden lépésünk és minden tettünk egy választási kényszer. Döntenünk kell, és általában ez a döntés a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az előrevívő és az elmarasztaló között történik meg. A könyv bemutató hangulatát fokozta Borsos István tárogató művészjátéka, valamint Kemiri Gábor előadása.